Peppa szeret kavarni. Zsoli is kipróbálja. Rendben, Zsoli, elég lesz. Tessék, Papa Malac csokoládétortája. Hurrá! És most már csak meg kell sütni. Mama, lenyalhatom a kanalat? Igen, te nyalod a kanalat, Zsoli pedig az edényt. Jippi! Peppa és Zsoli szereti a csoki torta keveréket. Szegény papa lemarad a mulatságról. Mama, felhívhatom a papát a munkahelyén, hogy felköszöntsem? Ez kedves ötlet. Ez papa irodája, ahol dolgozik. Halló, itt Nyúl bácsi beszél. Beszélhetnék Papa Malaccal? Valaki Papa Malacot keresi. Fontos lehet. Halló, itt Papa Malac. Boldog szülinapot, papa! Boldog szülinapot! Köszönöm, Peppa. Időben gyere haza. Szia! Szia! Boldog szülinapot, Papa Malac. Köszönöm. Még valamit el kell intézni, mire hazaér. Igen, a papa szülinapi meglepetés. Zsoli, ne feledd, titok. Peppa és Zsoli egy-egy vödör vizet hoz. Mama pedig léggömböket. Vajon mi lesz papa szülinapi meglepetése? Megjött papa! Gyorsan, vissza a házba! Papa megjött a munkából. Jön Peppa legjobb barátja, Suzi bárány. Két teniszütőt hoz. Szia, Peppa! Szia, Suzi! Gyere, teniszezzünk! Jó, remek ötlet! Ütöm, Suzi! Oh. Suzi nem találta el a labdát. Oh. Peppa se találta el. Peppa és Suzi szeretnek teniszezni. Zsolit viszont elhanyagolták. Oh, bocs, Zsoli, de te nem tudsz beszélni. Csak két ütőnk van. Megvan. Legyen Zsoli a labda szedő. Igen, az nagyon fontos feladat. Zsoli lesz a labda szedő. Ő hozza vissza a labdát, ha messzire elütik. Ütöm, Suzi. Ó, ez elszállt. Labda szedő. Köszönjük, labdaszedő! Ó, oh, labdaszedő! Köszönöm, labdaszedő! Labdaszedő! Ó, jaj, Zsolinak nem tetszik ez a játék. Jön Danny kutya, Pedro Póni, Candy cica, Rebecca és Richard Nyuszi. Sziasztok! Sziasztok! Mi most teniszezünk. Játszhatunk mi is. Sajnos nincs elég ütő. Ó. Oh. Akkor játszunk mást. Akkor focizunk. Igen, focizunk. A lányok a fiúk ellen. Zebra bácsi tévét néz. Hé, én néztem ám. De olyan uncsi volt, papa. Papa zebrának le kell feküdnie. Korán kell, hogy kézbesítse a postát. Rendben, mama zebra. Ne maradjatok fenn sokáig. Jó ét, mama. Peppa és barátai bebújnak a hálózsákjaiba. Zoé testvérei Zuzu és Zaza is be akar szállni az alvós buliba. Az itt alvos buli csak igazi nagy lányoknak való. Oh, olyan kis aranyosa. Maradhatnának. Jó, de ígérjétek meg, hogy ébren maradtok. Ígérjük!
órára. Figyeljetek! Ragyog, ragyog, kis csillag! Én is kipróbálhatom? Én is! Ragyog, ragyog, kis csillag! Vajon milyen messze vagy? Csend! Csendesebben, hogy papa tudjon aludni. Bújjatok a hálózsákokba. Most mit csináljunk? Az ott alvos bulikban mindig szokott lenni éjféli lakoma is. Mi az az éjféli lakoma? Mindenfélit eszünk, titokban. Én tudom, hol van kaja, de nagy csendben kell maradnunk. Psst. Suzi! Peppa! Csöndet! Nézd, Zsoli! A fákon nincsenek levelek. Télen a fák lehullatják a leveleik. Peppa és Zsoli talált egy tócsát. Peppa és Zsoli szeretnek tócsákban ugrálni. Én kezdem! Olyan hideg van, hogy a tócsa befagyott. És nagyon csúszós. Ez nem vicces! Itt van mama és papa malac. Ó, oh, remek! Egy tócsa! Papa szeret saras tócsákban ugrálni. Állj, papa! Ez meleg volt. Még szerencse, hogy jó az egyensúly érzéke. Papa! A tócsák be vannak fagyva. Nem ugrálhatunk bennük. Nem baj. Adjunk kenyeret a kacsáknak. Hurrá! Peppa és Zsoli szereti a kacsákat etetni. Sziasztok, kacsák! Hozzunk nektek kenyeret! A kacsák szeretik a kenyeret. Ó! Olyan hideg van, hogy a tó befagyott. A jég nagyon csúszós. Elnézést, hogy nevettünk, de olyan vicces volt. Elkezdett havazni. Hó! Peppa és Zsoli szereti a havat. Zsoli, kapjuk el a hópelyheket! Peppa és Zsoli hópelyheket kapdosnak. Zsoli elkapott egyet. Peppa is elkapott egyet. Ó! Hallgassátok a természet hangjait. Mi ez a hang? Ez a tücskök ciripelése. Ez mi? Az egy bagoly. Nézzétek, ott van. Hí! És ez a hang mi? Ó, nem tudom. Ez a papa hasa. A gyomrom korgása az egyik legfontosabb hang a természetben. Azt jelenti, ideje enni. Imádom a paradicsomlevest. Én is. Ó, papának van még egy hangja a természetben. Tessék? Indulás, gyerekek, a sátorba. Késő van. Nem fogunk mind beférni. Ez a sátor túl kicsi. Jó lesz az. Menjetek csak. Menj arrébb, mama malac. Papa, túl nagy vagy ehhez a sátorhoz. Na mindegy. Akkor inkább kint alszom. Jó ét, papa malac. Jó ét, papa. Jó ét. Jó ét mindnyájatoknak. Mama malac, Peppa és Zsoli alszik a sátorban. Papa malac pedig kint alszik a szabad ég alatt. Ó, imádok kempingezni. A szabad ég alatt aludni, fölöttem a csillagok. Talán ez most mégsem volt annyira jó ötlet. Reggel van. Papa, meleg és kényelmes volt a sátorban. Ó, hol a papa? Papa malac eltűnt. Szegény papa malac, biztosan vizes lett és fázott. Hol lehet most? Mi ez a hang? Mintha valaki horkolna.
Peppa és Zsoli most reggeliznek. Mi ez a zaj? Ez Bika bácsi, a kukás. Jó reggelt, Bika bácsi! Szép jó reggelt, mennem kell. Össze kell szednem a szemetet. Viszlát! Viszlát! Bika bácsi kiürítette a kukánkat. Helyes, pakoljunk el az asztalról. Segíthetünk, mama? Igen, segíthettek. Ezt az üres üveget a szemetesbe dobom. Peppa, ne! Miért? Az üveg nem szemét. Azt újra lehet hasznosítani. Az mit jelent? Csak azt dobjuk a szemetes kukába, amit nem lehet újra hasznosítani. Amit újra fel lehet használni, azt ezekbe a dobozokba gyűjtjük. A pirosba mennek az újságok, a kékbe a konzervdobozok, a zöldbe pedig az üvegek. Peppa, nálad üveg van. Az melyikbe kerül? A zöldbe. Igen. Ez írtó klassz. Most Zsoli jön. Teszel újságot a pirosba. Zsoli újra akarja hasznosítani papa újságját. Várj egy kicsit, hát még nem is olvastam ki, Zsoli. Mindjárt megkapod. Na jó, tessék, Zsoli. Az újságot a pirosba, Zsoli. Most, hogy elég hulladékot összegyűjtöttünk, elvisszük az újrahasznosítóba. Menjünk, menjünk! Megjött Pedro és Danny. Hey. Szia, Peppa! Bejöhetünk? Sajnálom, Danny, de ide csak a lányok jöhetnek be. A fiúk túl hangosak. Mindig elrontják a teapartikat. De Zsoli és Richard is fiúk. Ó, igaz. Sajnálom, Zsoli, de ebbe a lombházba csak lányok jöhetnek be. Bye-bye. A lányok nem engednek be minket a lombházukba. Ez nem igazság. Ho-ho, szerintem én tudok segíteni. Gyertek velem! Most már rendezhetünk egy kellemes teapartit. Mi ez a zaj? Tessék, most már nektek is van rejtek helyetek saját felvonó híddal. Egy vár! Köszönjük, nagy papi malac! Bemehetünk? Nem, ez a fiúk vára. Csak a fiúknak. De én szeretem a várakat. A várak nem olyan jók, mint a lombházak. Gyertek, lányok! Én vagyok itt a várúr. Minden várba kell zászló. Van zászlójuk is. Nekünk nem kell vacak zászló. Itt van nagymami. Sziasztok, lányok! Hozhatok nektek valami? Igen, egy zászlót! És jobb legyen, mint a fiúk zászlója. Igyekezni fogok. Én vagyok itt a várúr. Ho-ho! Minden várba kell telefon. Fogjad! Zsoli megtalálta a nyomot. Faágakból kirakott nyilakat. Nézzétek, erre mutatnak. Peppa és Zsoli követi a nyilakat. Nézd, Zsoli, egy kulcs. Peppa ismét nyomot talált. Egy kulcs. Ügyes vagy, Peppa. Már csak a ládát kell megtalálnotok. Ehhez a kulcshoz. De már nincsen több nyom. Vesz még egy pillantást a térképre. Nézd, Peppa, a rajzon két almafát látsz. Itt egy almafa. Á, és itt is egy almafa. Akkor itt kell lennie a kincsnek is. Nézzük meg. Ajjaj,
Szerintem itt nem lesz semmi. Várjatok, hallok valamit. Hú, a kincs. Hurrá! Jól, ügyes. És nálam van a láda kulcsa. Ó, el sem tudom hinni. Arany pénzek. Mekkora szerencsénk van. Még annál is nagyobb, papa malac. Ha jobban megnézed, csokoládét rejtenek. Mindenkinek jut egy arany csoki tallér. Peppa és Zsoli imádja a csokoládét. Minden malac szereti a csokoládét. Nagymami, nagyapi, ez volt életem legjobb kincsvadászata. Ha, 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 ha